Miután egy héttel korábban 4-1-es győzelemmel tért haza Esztergomból a Bábolna SL labdarúgó csapata, október 20-án hazai pályán mérkőztek a szintén alsóházi Vértes Szőlős együttesével. Ahogy ez két héttel ezelőtt történt, ezúttal sem produkált értékelhető focit a bábolnai gárda, így hát a vendégek talán egyetlen komoly helyzetüket gólra váltva gazdagodtak 3 ponttal. Bábolna SE, Vértes Szőlősi SE 0-1. Érdekes mérkőzés volt a mai, hiszen úgy gondolta mindenki, hogy a Bábolnának azért ez egy kötelező győzelem lesz. Nyilvánvalóan itt a tabellán elfoglalt helyezéseket illetően. És amikor megláttam a kispadot, azt mondtam, hogy hát igen, valószínű, hogy ez így lesz, de egész másképp alakult. Hát igen, ez csalóka, tehát azt kell mondjam, hogy 5-7 egészen más ritmusba edzünk, és máshogy játszunk, de vannak ilyen meccseink, mint most is, hogy kevés a létszámunk. Ilyen vagyunk, 18-an volt, 5 hiányzónk, 6 hiányzónk volt, de hát ilyenkor erős egy csapat, tehát ezt bemutattuk Koppánymaroson is, bemutattuk, mikor 11-en voltunk, és vezettünk 2-0, és sajnos kikaptunk 3-2-re, de tényleg történtek nálunk kicsi változások, elkezdtünk fiatalítani, ennek ellenére ma egy 39 éves úriember rúgta a győztes gólunkat, de más szellembe játszunk, tehát úgy néz ki ez a kis vérfűsítés, és tehát a tabellában én úgy gondolom soha nem kell kiindulnunk, tehát nem görcsölök, mint tavaly mondtam, ugyanígy, hogy itt nincs kieső, ezt mondtam most is itt a meccs előtt, hogy felszabadultan kell játszani, tehát hétről hétre kezdünk jól játszani ebből a 3 védővel, ami 5 védő, és ezt nehezen tudják föltörni az ellenfelek, mindegy, hogy ki ellen játszunk. Egyébként érdekesen alakul itt a tabellát nézve a bajnokság, hiszen elég durván ketté válik a bajnokság. Van egy első 8 helyezett, akik sok pontot szereztek, és akkor utána a tabella vége az az 5 csapat. Őnekik alig van pontjuk. Persze nektek is még, ha jól látom, 2 mérkőzéssel kevesebb van. Be lehet ezt hozni, vagy pedig itt azért ez most jellemző a megyére, hogy vannak csapatok, akik egy picit most visszaestek, itt nagymúltú régi csapatokra is gondolok. Nem, hát én is úgy gondolom, hogy a Tata ugye meg szeretné nyerni, de ők sem annyival jobbak a mezőnél, én úgy gondolom, mint ahogy többen gondolják. Nekünk, tehát most ha magunkból indulok ki, ha mi meg vagyunk, és itt vagyunk 18-an, és lesz egy állandóság, hogy ugyanaz a kezdő lép föl, akkor én úgy gondolom, hogy a Tatával is most felveszünk most már a versenyt, mert mondom, már egy 5 hete nagyon jól edzünk, és jól dolgokat csinálunk. De múlt héten például a Nyerges ellen 60 percig bírtuk, mert 5 olyan játékos játszott, aki ideig pár perceket játszott, mert hiányoztak akkor is. De visszatérve a kérdésre, én úgy gondolom, hogy itt azért sok helyen van már, mint Kecskéden is fiatalítanak, nálunk is fiatalítanak, a Bábolnában is azért sok fiatal gyerek van, tehát ami nem baj. Nem baj, de én nem érzem azt, most a pontok alapján igen, hogy ketté szakad a mezőny, de nincs ekkora különbség itt a megyebajnokságban. Tehát ahogy tavaly mondtam, most is azt mondom, hogy egyre gyengébb ez a színvonal. Aki egy kicsit rendszeresen edz, kicsit kilazul, elazul, nem görcsöl azon, hogy most mit tudom, hányékak vagyunk, akkor kisülhet ez jól is. Vértes Szőlős elszakadhat, akkor ezek szerint erről a utolsó előtti helyről mi az a helyezés, amit mondjuk meg lehet célozni reálisan ebben a bajnokságban? Mi a 6-8. Helyet tűztük ki, ugye egyszer voltunk már szabadnaposok, van még egy Kecskéd elleni mérkőzésünk, jön még egy lábatlan, akivel játszunk, van még egy Zsámbékunk, meg van egy Csári Sápunk, tehát mi azért a Kecskéd lábatlanra mondjuk hegyezzük inkább a dolgokat, de most szerintem ez erőt ad, mert jövő héten jön a Zsámbék, és jövő héten nem csak én ülök a kispadon, de el voltam én egyedül is, de jövő héten már 5-6-an reményeink szerint ott lesznek, mert van 2 afrikai játékosunk, aki elég gyorsak, frissek, egyetemre járnak, tehát reméljük, hogy az ő igazolásaik meg lesz, tehát 2 csapatot meg kell előznünk, ami is ott vagyunk a 10-be, vagy 8-10. Hely, nem esünk kétségbe. Jó dolgok.
Elmúlt hétvégén Esztergomban jártatok, egy olyan csapatnál, amelyik a tabella alsó régiójában van, nem túl jók eddig az eredményei. Most, mintha megfordult volna az a tendencia, hogy az első fél időben jól játszik a Bábolna, és a második fél időben pedig döntetlenre hozza a mérkőzést. Most az első fél időben született egy gól, és a második fél időben sikerült aztán hát 4-1-re idegenbe felülmúlni a hazaiakat. Hogyan történt? Nem volt ez a lerohanás, hanem tartogattátok az erőiteket, vagy pedig sokkal jobban ellenállt a hazai gárda? Ez így igaz, hogy sokkal jobban ellenállt. Úgy ítéltem meg, hogy a táblázaton elfoglalt helyezésüknél ők többet nyújtottak, legalábbis az ellenünk játszott mérkőzésen, és nehezen törtük meg a tulajdonképpen az akaratukat, a lendületüket. Az 1-0-as vezetésünk után fél időben arról beszéltünk, hogy még egy-két pontos támadást kellene vezetni ahhoz, hogy eredményesen tudjuk befejezni, és sikerült. Úgyhogy 3-0-nál találták a gólt, amit szereztek, de akkor már elég kevés idő volt hátra, és utána még rá tudtunk rúgni. Tehát a második fél időben tudtuk biztosra tenni a győzelmet. Hát azért ez egy elég jó előjel lehetett ahhoz, hogy ma a Vértes Szőlős együttese érkezik Bábolnára, és hát ellenük mondjuk úgy, hogy elvárás lehetett volna a győzelem, de már az elején lehetett látni, hogy nagyon döcögősen megy a Bábolna játéka. Nem igazán értem én sem ezeket a történéseket, illetve ezeket az óriási különbségeket. A Koppány Monostor után a Kecskéttől kaptunk ki hazai pályán, úgyhogy nem szereztünk gólt, illetve most az idegenbeli győzelem után a Vértes Szőlőstől kaptunk, úgyhogy nem szereztünk gólt. Az is probléma, hogy nagyon gólhelyzetet sem tudunk kialakítani. Felállt védelem ellen egy sűrű védőfallal szemben nagyon nehéz bármit is csinálni, és ez úgy látszik, hogy nekünk még egyelőre nem megy. Hát igen, egy masszív védekezést folytatott a vendégcsapat. Talán nem tudom, lehet-e olyan véleményem, hogy egy ritmusváltást követően lehetett volna talán feltörni ezt a védelmet, tehát így felgyorsítani az akciókat hirtelen, és akkor abból kialakítani helyzetet, de valahogy minden akció egyfajta ilyen kézilabda mérkőzésre emlékeztetett, amikor körbejár a labda, lassan, és akkor hát beerőltetik középre, ami aztán nem túl szerencsés. Igen, ez a lassú játék, ez sajnos ezt eredményezte. Fél időben is arról beszéltünk, hogy sebességet kellene váltani, és gyors megindulásokból kiengedni a vendégcsapatot, egy kicsit kijebb jönni, és abból mögéjük menni, ahol van terület. Abszolút nem történt meg, nem tudtunk mögéjük menni, nagyon kevés lehetőségünk volt. Ebben a kis játékban pedig nagyon pontosnak, precíznek kell lenni ahhoz, hogy abból valamilyen gólhelyzet kialakuljon. Ez nem történt meg. Látod-e az okokat, vagy ezt majd a jövő héten fogod megkeresni, vagy itt már nem is kell keresgélni az okokat, hanem a következő mérkőzésre koncentrálni? Mindkettő igaz, meg kell keresni az okokat is, meg a mérkőzésre következőre koncentrálni. Hazamegyek, ilyenkor meg szoktam nézni a mérkőzést. Aztán abból megpróbálunk valamit tanulni. Mi lesz a következő csata? Nagyon nehéz két mérkőzésünk van. A nagyon jól szereplő Tátra kell elutaznunk, illetve a Nyerges Újfalujon a zárásaként, mert az utolsó fordulóban szabadnaposak vagyunk, tehát csak két mérkőzésünk van. Ha ha ha!